Az évvégi ünnepi időszakban a túlzott alkoholfogyasztás miatt gyakran találkoznak életveszélyes esetekkel a mentők. Ezek elkerülésének érdekében a mértékletességen kívül fontos a gyomor telítettségi állapota is. A szakemberek azt javasolják, éhj gyomorra, ne fogyasszunk alkoholt, és italozás közben is együnk szilárd ételt, ami felszívja azt. Bár most a koronavírus miatt szilveszterkor is kijárási tilalom lesz érvényben, a mentők fokozottan készülnek, hiszen az alkohol szűk családi körben kismértékben is jelenthet veszélyt. Azt látjuk, hogy minden évben van sajnos a sürgősségi ellátás tekintetében túlzott alkohol fogyasztással kapcsolatos egészségügyi probléma. Szomorúan figyelhetjük azt is meg, hogy gyakran fiatalkorúak is érintettek ebben a kérdésben. És még inkább problémás helyzet az, amikor ez az alkoholfogyasztás esetleg egyéb szer fogyasztásával együtt párosul, amely ugye jelentősen meg tudja változtatni ezen szereknek ugye az együttes hatását, időnként kiszámíthatatlan reakciókat váltva ki. Úgyhogy én itt most szeretném felhívni tényleg arra a figyelmet, hogy mértékletességgel, józansággal történjen ez az alkoholfogyasztás, hogyha társaságban, baráti környezetben észleljük azt, hogy valaki esetleg nagyobb mennyiségű alkohol fogyasztott, vagy nem úgy hatott rá az az alkohol, ahogy ő számított rá, akkor ezeket a személyeket semmiképpen sem hagyjuk magára. Ilyenkor a központi segélyhívón a 112-n keresztül kell segítséget kérni és a mentőket hívni. Ha az ittas személy nem kommunikál, vagy mély álomszerű állapotba kerül, és nem, vagy csak nehezen ébreszthető fel, ezek a tünetek azt jelzik, hogy az illető percről percre komolyabb veszélyben van. Itt már a légúti védő reflexeknek a kiesésével, az esetleges hányadéknak a tüdőbe történő bekerülésével tényleg fulladás veszély helyzete alakulhat ki. Tehát az a beteg, aki járásképtelen, kontaktusképtelen, gyakorlatilag érdemi kontaktusba, reakcióba nem vonható, az már bizonyítottan, biztosan olyan mennyiségű alkoholt fogyasztott, amely már őrá nézve komoly veszélyt jelent. Az ilyen beteget, mint említettem, semmiképpen sem hagyjuk magára, ha lehet, inkább fordítsuk az oldalára, pontosan a fulladás veszélyt csökkentendő, maradjunk mellette, takarjuk be, és hívjunk hozzá minél hamarabb segítséget. Ennek elmulasztása súlyos tüdőgyulladást okozhat, amelynek maradandó szövődményei is lehetnek. A fulladás önmagában is veszélyes állapot, az oxigénhiány hamar halálhoz vezethet. A legnagyobb kórházak toxikológiai osztályai naponta 5-10 beteget kezelnek etilalkohol mérgezéssel. Ez a laikusok számára annyit jelent, hogy az illető teljesen részegre issza magát.